Szeretnék elmondani egy érdekes filmrészletet. Az egyik filmben van egy olyan jelenet, hogy a háziasszony egy hatalmas nagy partit szervez. Erre a partira nagyon sok erőkerőséget meghív. A partira meghívja az egyik barátnőjét is, aki szakácsként dolgozik. A barátnő természetesen jó kisminkkel, gyönyörű ruhában odajön, és a hölgy megkéri őt, hogy szálljon már be a konyhába, mert elment a szakácsuk, és hölgy nem tudja mindezt befejezni. Hát beszáll a hölgy a konyhába, a szakács, és elkezdi készíteni az ételeket. Észesen veszi, hogy a háziasszony eltűnik. Így aztán egyedül maradt, egyedül készítette az ételeket. Nagyon finom ételeket tudott készíteni, mivel hát a szakmája szakács. Elkezdődött a buli, jó hangulat lett, és hát a háziasszony látja, hogy a szakács lány hozza kifelé az ételeket, hozza oda az embereknek. Ez a háziasszony, ennek voltak szolgái, csak ezen a napon elküldte a szolgákat, nem kellettek, sziasztok, menjetek haza. Ennek volt egy olyan kellemetlen szokása, hogy a szolgáinak nem azt mondta, hogy gyere ide Lajos, vagy gyere ide Érike, hanem csak így csinált. Hát csak egy szolga. És amikor meglátta, hogy a barátnője jön, és kihoz valamit az egyik vendégnek a konyhából, akkor őnek is így csinált. A barátnő kővédermett, végignézett saját magán, megnézte a csodálatosan elegáns estély ruháját, a csodálatos makiást, a csodálatos frizurát, és azt mondta a háziasszonynak, mit képzelsz, ki vagyok én? A vendégsereg ledöbbent, és mindenki őket nézte. Köszönöm, hogy megnéztek, kérem lájkoljanak, és jön majd a következő. Ha feliratkoznak a csatornámra, akkor előbb meglátják, viszontlátásra.